Budapest után Pécsen nézhette meg a közönség a Máté Péter emlékkoncertet, melyet az énekes 60. születésnapja alkalmából rendeztek a neves előadók, úgy mint Gáspár Laci, Szinetár Dóra, Malek Andrea és a Back to Black zenekar két koncertet adtak az Expo Centerben. Az est házigazdája Berecki Zoltán volt. Az előző est Debrecenben az egy nagy izgalom volt számomra, mert nem volt még ilyenben részem, és főleg egy Máté Péter este. Egyszerűen nem tudod kivárni a fejedből, nem tudod egyénileg megcsinálni, nem tudod meg úgy, mint egy sima dalhoz, nem tudsz úgy hozzányúlni egy Máté Péter dalhoz. Vagy teljesen máshogy csinálod, és akkor vagy Jenny, vagy mint a Gáspár Laci, és egy egész más stílusba adod elő, vagy csak úgy szabad előadni, ahogy a Máté Péter, és ez egy nagyon-nagyon nehéz feladat. Nagyon magas gyerek voltam, és zeneileg én nagyon megvolt az én elképzelésem. Szóval én mindig is ezt a fekete zenét szerettem. Volt olyan zenekar, vagy zene, ami funk is volt, például a Jamiroquait, amikor először megismertem, és először azért nem fogadtam el, és azért nem tetszett, mert nem volt fekete. És mondom, jó, az zene, de mondom, nem fekal. Szóval ennyire így megvolt a saját így elgondolásom, és pont ez miatt volt bennem egy olyan is, gyerekként úgy nőttem fel, hogy aki magyar, azt így valahogy nem érdekelt. Hiába mondták, hogy az jó, nem érdekelt. És annyiig hallgatták a Máté Péter, nagyon szerették, és egyszer nem voltak otthon, és valahogy kezembe került egy a kazetta, és betettem. És a legelső dal az volt, hogy mond, miért szereztem mást, és én csak téged? És végighallgattam, és mondtam, hogy hú, hol vagyok? Igazából őszintén szóval Máté Pétertől csak az Elmegyeket ismertem, mint gyerek. Tehát azt hallgattam folyton a rádióban, és mivel az édesanyám éneket tanított már akkor is, ő tanítványaitól ismertem ezeket a dalokat, és tudtam kívülről, mert még én a történelemleckét csináltam, vagy a matekot a másik szobában, addig a tanítványok ezeket énekelték. Kivétel nélkül mindegyiket ismertem. Több Máté Péter dalt énekeltem már, és azokat most itt nem énekelem, hanem inkább újakat szerettem volna. És hát igyekszem egy kicsit átformálni, de nem nagyon, mert az pedig az nagyon átszínezi a dalnak a formáját, a lelkét, és ebben az esetben nem engem ünnepelünk, hanem a Máté Pétert. Nagyon sok dal szerepel a mai repertoárban, amelyeket mi is nagyon szeretünk, illetve amelyeket én legalábbis a szüleim által hallottam, amikor esténként Magnó bekapcs, és erre aludtam el többek között. Kicsit átformáljátok a dalokat? Mondjuk a többit? Az volt az érdekes, hogy az első próbáknál gondolkoztunk azon, hogy lehet, hogy át kéne alakítani, és aztán Csejtei Tamás basszusgitárosunk javaslatára ugyanúgy játsszuk el a dalokat, ahogy azok eredetiben megszólaltak, és így szólnak igazán jól, mert hogy így lettek megírva. Én későn kerültem ebbe a produkcióba, és ezek a dalok már ki voltak választva egy másik énekesnőnek. Ezeket a történeteket nem szokták elmesélni, de én most elmondom. Tehát tulajdonképpen én úgy kaptam dalokat, hogy nagyon hirtelen, 6 dalt, amit nagyon gyorsan kellett megtanulni, és mivel ugye az egész Máté Péter zenei szövegvilág nagyon közel áll hozzám, ezért ez egy
csodálatos utazás volt megismerni ezeket, azokat a dalokat, amiket nem ismertem, és azokat megkapni és átélni, amiket meg egy kicsit jobban. Elsősorban nem tartom magam énekesnőnek, úgyhogy nekem ez ilyen kicsit gyomorremegős állapot. Nagyon örültem, hogy felkértek, mert nagyon szeretem Máté Péter dalait, és azt gondolom, hogy ez bárkinek egyébként egy kihívás lenne, de nekem így ebből a szempontból különösen, mert hát ugye nincsen díszletjelmezés, színház, meg Shakespeare, meg mese, hanem én vagyok, meg a hangom, aztán hogy lesz valami.